Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, szép estét kívánok. Egy örökzöld téma kerül ma nálunk terítékre, mégpedig a hulladékgyűjtés, a hulladékgazdálkodás. Természetesen adásunkhoz hozzászólhatnak ezúttal is. Hívjanak minket a műsor ideje alatt a 22-516-100-as telefonszámon, hogyha véleményük van, vagy kérdésük van, és akkor megpróbálunk erre választ adni. Stúdiónk vendége Steigerwald Tibor, ügyvezető a Depónia képviseletében, valamint Polonyi Dóra PR vezető. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi is köszönjük. A Depóniát annyira talán nem kell itt Székesfehérváron bemutatni, de hogyha három vagy négy fő gondolatban kéne összefűzni a cég tevékenységét, illetve a tevékenységnek a körét, akkor mi lenne az a három-négy fő gondolat? Ha szavakba kell önteni, akkor hulladékgazdálkodás. Ehhez még azért hozzátenném mindenképpen az, hogy közszolgáltatás. Tehát egy közfeladatunk van, közfeladatot látunk el. Elsősorban a háztartásoktól, illetve a gazdálkodó szervezetektől szállítjuk el a kommunális, és szerencsére egyre nagyobb mértékben a szelektíven gyűjtött hulladékot. És talán még az is fontos, hogy közösen egy zöld úton. Így igaz, én egyébként a szemléletformálást emelném ki még plusz tevékenységnek. Azt ugye talán többen tudják a nézők közül, de lehet, hogy nem csak Székesfehérvár területén dolgozik a Depónia. Így van, összesen jelenleg 64 településünk van, illetve folyamatban vannak közbeszerzési eljárások, úgy tűnik, hogy ez további bővülést fog jelenteni. Úgyhogy igyekszünk egyre nagyobb területen részt venni ebben az Észak-Dunántúli régióban. Fejér megyében, Veszprém megyében és Komárom, Esztergom megyében, illetve Pest megyében vagyunk jelen pillanatban. És a stratégia részét képezi az is, hogy mondjuk bővüljön ez a kör, ahogy említettem? Abszolút. Ugye jelenleg 306 ezer a létszám, akit kiszolgálunk, vagy amit ellátunk. Várhatóan ez szerintem olyan 330 ezer körülire fel fog menni a következő időszakban. Hát ilyen bűvös számokról lehetne beszélni. Én szeretném, hogy azért itt 100 ezeres nagyságrendeket is átlépjünk a közeli jövőben. Gondolom, hogy minden terület más és más kérdéseket vagy problémákat vet fel, nyilván más egy családi házas övezetben, nyilván más egy mondjuk egy lakótelepi társasházi övezetben, más egy nagyvárosban és más egy kisebb településen dolgozni. Így van, és nekünk van mindegyikből, tehát van néhány száz fős mondjuk Bakonykuti, és van Székesfehérvár. Székesfehérváron belül is vannak családi házas övezetek, és még azok között is lehet különbséget tenni, hulladékolás vagy szemetelés szempontjából, illetve ott vannak a lakótelepek, azok között is egyébként jelentős különbség van, illetve más városok lakótelepei, kisebb lakótelepek, Mór, vagy Solymár, Budakeszi, mind más, tehát meg elég nagy rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy jól tudjunk szolgáltatni ezeken a területeken. Említette ugye Dóra a szemléletformálást is, ami már azért tényleg évek óta zászlós hajó a Depóniánál. Hogyan szemetelünk? Mennyire sikerült ezen változtatni? Tudatosabban szemetelünk, vagy még mindig siralmas a helyzet? Igazából javuló tendenciát mutat, de maga a gyűjtés módja is egyébként, amiről beszélgettünk. Tehát más mondjuk egy vidéki településen, ugye ott zsákos hulladékgyűjtés van a szelektív hulladékok tekintetében, illetve más mondjuk tényleg a tömbházas övezetben, ott külön van ugye a műanyag hulladék, a papír hulladék, és külön van az üveg hulladék, és ugye beszélgettünk Székesfehérvár családi házas övezeteiről, ott pedig ugye két kukás gyűjtés van, és igazából szerintem, ami nekünk a feladatunk az, és a szemléletformálás része, hogy jól tudjuk átadni az információt pontosan, és tényleg mindenféle platformon el kell érni a lakosokat, mert más mondjuk egy fiatalt elérni, és elmondani neki maga a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, és más mondjuk egy középkorút, vagy egy idősebb korosztályt elérni, és mindenkinek meg kell találni, ugye, hogy a megfelelő információ eljusson hozzá. Én mondjuk azt látom tömbházas környezetben, hogy azért nem olyan jellemző, hogy most az emberek külön válogatva pakolgatják a hulladékukat, hanem legtöbbször én csak azt látom, hogy vonulnak le, és így mindent betesznek a nagy gyűjtőedénybe. Hát ez sok emberre igaz, viszont azt látjuk, hogy egyre több emberre szerencsére nem igaz. Tehát az látható, hogy nagyjából 2015-től nagyon jelentősen megváltozott a lakosság szelektív gyűjtéshez való hozzáállása.
azóta nagyjából számokban azt tapasztaljuk, hogy évről évre 20-30%-kal nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, ami viszont lényeges és még sajnálatos, hogy ezeknek a szelektíven gyűjtött anyagoknak a tisztasága, hát az még nagyon-nagyon nagy kívánnivalót hagy maga után. 30-40% közötti a súlyarányban ennek a hulladék tartalma, tehát amit nem tudunk semmilyen módon hasznosítani. Mit kéne tenni, hogy ez változzon? Nyilván az embereknek kéne elmozdulni ebbe az irányba, gondolom. Mi igyekszünk az ehhez tartozó szemléletformáló munkát elvégezni, ennek a fővezetője nálunk Dóri. Hát a lakosságnak jó lenne ezt meghallani. Én azt gondolom, most már tényleg jó néhány éve igyekszünk tényleg nagyon-nagyon sok csatornán eljutni a lakossághoz. Hát értő fülek kellenek. Látszik, hogy van ebben előrelépés, de sok-sok év munkája kell még ahhoz, hogy ez jól menjen. És igazából a gyerekeket is el kell érni, és már fiatalkorban tényleg el kell kezdeni azt akár az intézményeknél, iskoláknál, óvodáknál, bölcsödéknél maga a szemléletformálást. Ennek egyik eszköze egyébként a januárra elkészült oktatófilmünk, ami ugye a Fehérvári Média Centrummal egy közös koprodukció volt. Ezt is próbáljuk terjeszteni, egyébként már használták intézményekbe, órákon is, mi is vittük már ki, mi is be szoktuk mutatni, és nyilván ez csak egy kis szelete annak, amiről beszélni kell, de elindultunk egy úton, ami a szlogent is mondja, hogy közösen egy zöld úton, és a jövőre vonatkozóan is még részletesebben szeretnénk bemutatni kisebb kis filmekkel maga a szelektív gyűjtést, maga a szerződéskötést, maga azokat a dolgokat, amik fontos, hogy eljussanak a gyerekekhez is. Hamarosan innen folytatjuk, ahogy említettem, a műsorunkhoz hozzászólhatnak az 516-110-es telefonszámon, a körzetszám ugye 22-es. Mi előtte a mai nap folyamán délelőtt kinéztünk a székesfehérvári belvárosba, és meg szondáztuk úgymond a közvéleményt, hogy kinek mi a véleménye, vagy milyen kérdése van. Tekintsük meg együtt, és akkor talán itt választ kaphatunk nagyon sok felmerülő kérdésre. Én azt hiszem, hogy olyan kérdésekkel fogunk találkozni, amikkel nyilván nap mint nap találkoznak önöknél az ügyfélszolgálaton. A depónia jó lenne, hogyha úgy válogatná meg a hulladékot, hogy ahol kevesebb van, ott kevesebbet is kelljen fizetni. Úgyhogy kukákra ragasztanak egy olyan memória kártyát, hogy mondjuk nem 4 kukát viszek el, hanem csak 2-vel, és akkor annyit is fizetek. És ez lenne a reális, nem, hogy kifizetek egész hónapra valót, és akkor csak 2-t viszel, mert ez nem normális dolog. És ez lenne az embereknek a jó. Tehát elzárt kuka van, tehát ez normálisan működik, tehát mindig elviszik, nem nyúlkálnak bele idegenek, tehát nekem semmi gondom nincs velük. A szelektív hulladékgyűjtés még nem alakult ki a belvárosban, nagyon nagy szükség lenne rá, mert rengeteg olyan szemét megy a kommunális hulladékba be, műanyagokra gondolok, aminek nem ott lenne a helye. Csak ez nincs megoldva. Azt hiszem, hogy január óta van ez a szabályozás, hogy hungarocelt és textil nem lehet berakni a szelektívbe. És hát ugye az üveg az persze, de hogy hol lehet ezeket elhelyezni? Tehát, hogy az ilyen hulladék szigetek, amik voltak, azt hiszem, hogy ott a Budai útnál ott az már nincsen megszűnt, és hogy hova lehet ezeket elhelyezni. Nos, hát azt hiszem, hogy elég sok kérdéskört érintettek itt a különböző ügyek kapcsán, akkor kezdjük el ezekkel talán ezeknek a megválaszolásával. Jó, köszönjük szépen a kérdéseket, igyekeztem írogatni közben. Legelőször az úr ugye azt kérdezte, hogy annyit, vagy azt vetette fel, hogy annyit fizessen, amennyit ő hulladékot kirak. Hát ugye itt közegészségügyi kérdéskört és problémákat is érint ez a kérdéskör. Mert hogy? Jó, ugye, hát mert ugye akár fertőző hulladékról is beszélhetünk, illetve ugye bomló a maga a vegyes hulladék, ezért ugye erre jogszabály is rendelkezik. Heti egy alkalommal ennek kötelező a kirakása, és részünkről pedig az elszállítása. Tehát heti egy alkalomtól eltekinteni nem tudunk.
A lakótelepi övezetekben 2 vagy 3-szori elszállítás van. Ott viszont pont az a lényeg, hogy aszerint számoltuk ki a gyűjtési gyakoriságot, hogy a lakosság szám egy hét alatt több alkalommal férjen bele, és akkor így több alkalommal kerüljön elszállításra, tehát sűrűbb elszállítás történjen a lakótelepi övezetekben, hisz ott sokkal koncentráltabb, nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik. Jó, másik kérdés volt belváros szelektív gyűjtés. Ugye ez több céget is érint, város cégeit, Városgondokság, Depónia, mi ugye a hulladék elszállításáért vagyunk felelősek. A belvárosban elhelyezett ilyen utcabútorok, hulladékgyűjtők nem hozzánk tartoznak. Egyetértek egyébként a felvetéssel. Azt gondolom, hogy például a főutcán és a környező utcákban, ha bárkinél keletkezik mondjuk egy PET-palack, műanyagflakon, vagy bármilyen hulladék, ami szelektíven gyűjthető lenne és hasznosítható lenne, ezeknek érdemes volna gyűjtőt kihelyezni. Gondolkodtunk már rajta, nem feltétlenül egyszerű a megoldása meg ennek az ürítése, de a felvetés azt gondolom abszolút jogos, és ebben kell előre. Ebben kell előre. És legalább az embereknek ez eszükbe jut, és mi kérdés fölmerül szerintem. Így van, és ebben azt gondolom, egyetértve a felvetővel vagy a kérdezővel, ebben előre kell lépni mindenképpen. Hungarocell, textil, kollégiának. Dóra? Igen, ezt egy kicsit távolról indítanám. Ez a hölgy, aki ezt kérdezhette, valószínűleg Székesfehérvár családi házas övezetében lakik, ugyanis a Hungarocell és a textil hulladék az a két kukás gyűjtés kapcsán a kék kukából, azaz az elkülönítetten gyűjtött vagy szelektív hulladékgyűjtő edényből került ki. Ugye a két kukás gyűjtést azt 2016-ban vezettük be, és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ugyan nő a szelektív hulladék mennyisége, ahogy ezt már ügyvezető úr is említette, viszont ez nagyon-nagyon szennyezett. És olyan hulladék típusok is belekerülnek egyébként a kék edénybe, amik nem odavalók. Igazából 2018-as változás, amiről már korábban egyébként beszéltünk rádióba, tévébe, újságba, tehát több médiumon keresztül, az az, hogy a csomagolási hulladékot szállítjuk el ugye a kék edényből, és valóban a textil és a Hungarocell hulladék az kikerült ebből a körből. Erről egyébként próbáltuk is tájékoztatni a lakosságot, tehát... Egyébként kérdések ilyen e-mailen is érkezett hozzánk, ugye a műsor kapcsán, hogy miért nem lehet leadni, meg akkor hol tudják leadni, akkor ezek szerint ez nem egy új keletű dolog. 2018-ban kiment egyébként a hulladéknaptárunk a lakosoknak, és ott is volt egy ilyen tájékoztató, ahol már felsoroltuk, hogy kizárólag csomagolási hulladék kerülhet bele a kék edénybe, a textil és a Hungarocell hulladék az nem. A textil hulladékot mindig első körben azt szoktuk mondani, hogy ha olyan jellegű hulladékról van szó, ami egyébként nem hulladék, hanem lehet, hogy másnak érték, akkor inkább adjuk oda rászorulóknak, illetve akár csináljunk cégen belül, vagy barátokon belül egy ilyen gardróbcsere programot, ami egyébként cégünknél is megvalósult, ezzel példát mutatva, hogy igen, így is el lehet menni ezzel a hulladék típussal. Amit még szoktunk mondani, hogyha viszont olyan jellegű hulladék, ami tényleg így rászorulóknak van, akkor vagy vigyük el, vagy pedig vannak ruhagyűjtő edények. Ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy ezt egyébként nem a cégünk koordinálja, de oda lehet kihelyezni, illetve a lomtalanítás alkalmával is kitehető. Ugyanez vonatkozik egyébként a Hungarocellre is, a lomtalanítás alkalmával is kitehető, viszont székesfehérvári lakosok a Palotai úti hulladék udvarba is be tudják vinni a Hungarocell hulladékot. Tehát akkor a Palotai úti hulladékudvar célterület. Ha már az e-maileket említettem, akkor a lomtalanítással kapcsolatban is érkezett kérdéskör. Gondolom, hogy ez sem most fogják hallani itt nálam először. Egyrészt volt olyan, hogy miért így csinálják a lomtalanítást, nem is tudnak róla, és egyáltalán hogy kell azt megrendelni, meg lehet rendelni, vagy kinek a feladata, felelőssége? Igen, évek óta változás volt egyébként ebben, hogy a korábbi időszakban ez az össznépi kipakolásos módszer volt. Hát az, afölött azt gondoljuk, hogy eljárt az idő, hisz az olyan köztéri rendezetlenséget okozott, és olyan guberáló rengeteget vonzott arra a környékre, hogy az igazából nem volt tartható. Ma már mind a 64 településünkön az egyeztetéses lomtalanítást vezettük be 3-4 évvel ezelőtt.
úgy gondoljuk, hogy ez sokkal rugalmasabb, hisz az ügyfélszolgálatunkkal lehet egyeztetni időpontot erre a lomtalanításra, tehát igazából választhat az időpontok közül a lakó. Tehát ne kelljen neki mondjuk november 18-án lomtalanítani, amikor ő mondjuk húsvétkor szeretne. Ehhez ez a rendszer sokkal-sokkal jobban igazodik, illetve a köztisztaság feltételeit sokkal jobban tudjuk ehhez rendezni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy sokkal-sokkal modernebb módszer. Egyébként erre a hulladéktörvény is lehetőséget ad, tehát jelen pillanatban a jogszabálynak megfelelően járunk el, és azt gondoljuk, hogy egyébként a lakosság többségének ez a megelégedésére szolgál. De azért a guberálók nem tűntek el. Nem tűntek el, de nincs. Igen, mert lehet, hogy egy nap az Öreghegyen van összesen 3 háztartásnál lomtalanítás, amiről igazán nem tudnak, hisz ez nincs meghirdetve. Ez a lakó és a közszolgáltató cégünk közötti megállapodás, hogy hol, mikor van. Tehát arról nem lehet tudni, hogy hol, mikor van lomtalanítás. Meg gondolom, hogy az inkább nem is a családi házas övezetekben probléma, hanem inkább a társasházi övezetekben, mert ott azért általában ugye Fehérváron a társasházi övezetekben a konténeres lomtalanítás van, ott is egyébként van némi rugalmasság az időpont meghatározásban. Ott viszont sokkal gyorsabban, sokkal koncentráltabban történik a gyűjtés. Nem mondom, hogy a guberálókat teljes mértékben távol tudjuk tartani, de ebben a közterületfelügyelet rendőrségi segítségünkre van. Tehát azt gondolom, hogy itt is sokkal-sokkal jobban működik a rendszer, mint évekkel ezelőtt. Annyi, hogy ott nem a lakosnak kell bejelenteni, hanem hogy a közös képviselő szokta egyébként kérni az időpontot. És akkor mégis a közös képviselőtől kell kérni ezt az időpontot, amire ugye többen céloztak, hogy nem tudnak róla, tehát ezt a közös képviselőn keresztül vasalhatják be, és tőle tudhatják. Így van, de azért ez is mindig ki van, minden lépcsőházban ki van plakátolva, tehát honlapunkon is egyébként ezek elérhetők, tehát azt gondolom, hogy azért, ha valaki információt akar szerezni, akkor tud róla. Aztán a másik probléma, ami szintén honlapon is látható volt, különböző közösségi felületeken is, az ilyen illegális szemétlerakók. A minap futottam bele én is egy olyan bejegyzésbe, hogy hiába zárt, a Szedreskerten volt, azt hiszem konkrétan ez az eset a hulladék tároló, valaki oda ment, feltörtés pakolta be a szemetét, erről még fotót is csináltak. Ez problémás, vagy vannak ilyen jellegű jelzések, hogy föltörik, vagy mondjuk nyilván akkor ne is beszéljünk arról, hogy az erdőtövében lerakják, vagy itt ott a szemetet. Az, hogy feltörik és oda hulladékot szállítanak, kevésbé tudunk róla, mert ez nem mondjuk, hogy nem a mi problémánk, mert nem a mi tulajdonunkban, nem a mi üzemeltetésünkben vannak ezek a ketrecek. Tehát általában a lakóközösségnek okoz ez problémát. Nekünk a hulladék gyűjtő edények ürítésével okoznak ezáltal gondot, hisz ki kell sokszor útja kiszabadítani az edényeket, illetve ami mellette van hulladék, azért habár ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem lenne dolgunk, de azért amennyire tudunk, igyekszünk rendet hagyni magunk után, hogy azért mégis látszódjon a munkánk, és ne az legyen, hogy kiürítettük az edényt, az edény üres, de körülötte pedig nagyon nagy rendetlenség van. Tehát ez komoly probléma. Ami még nekünk gondot okoz, a szelektív gyűjtőszigetek körüli illegális lerakások. Emiatt is részben azért már az elmúlt években jelentősen csökkent a szigetek száma. Ugye egyre jobban a házhoz menő gyűjtés veszi át a szigetes gyűjtésnek a szerepét. Azt gondoljuk, hogy ezért sokkal, meglátjuk, hogy tapasztaljuk, hogy ez sokkal jobban működő rendszer, és nem igazán kívánunk párhuzamos rendszereket működtetni, tehát ahol van házhoz menő, ott nem igazán üzemeltetünk szelektív gyűjtő szigetet, kivétel ez alól az üveggyűjtés, amit ugye nem tudunk a házhoz menő rendszerben működtetni, kivéve Fehérváron, ahol már ugye negyed évente házhoz menő rendszerben üveggyűjtésünk is van, amit szeretnék jelezni, hogy eléggé egyedülálló az országban. Ez nem is egy jogszabály által előírt változat, vagy megoldás. Ezt mi önként vállaltuk, és önként végezzük minden településünkön.
Én annyit szeretnék csak kiegészítésként, mert talán kérdésbe is, nem is kérdésként, hanem megjegyzésként, hogy ezek a gyűjtőpontok megszűntek. Ugye, ahogy az ügyvezető úr is mondta, nem megszűntek, tehát vannak egyébként gyűjtőpontjaink, és ez is egyébként a www.deponia.hu honlapon megtalálható. GPS koordinátákkal próbáltuk segíteni a lakosokat a könnyebb megtalálhatóság érdekében, és ugyanitt van egyébként külön a csomagolási üveghulladékra vonatkozó gyűjtőedények száma is, és azt is megtalálja a lakos, hogy a városban több ponton elhelyezett, illetve a közszolgáltatási területünkön lévő településeken is hol található ilyen üveg hulladékgyűjtő edény. Egyébként, hogyha valaki mondjuk ilyen illegális hulladék lerakó helyről értesül, azt kinek kell jelentenie? Önöknek, vagy hova jelentse ezt? Gondolom, hogy belefutnak ebben nap, mint nap, mert mi is belefutunk, amikor nincs kábel, tévé adás a városban, egyfolytában állunk, csörög a telefon, pedig hát nem túl sok közünk van hozzá. Igen, az illegális hulladék lerakók, vagy lerakások felszámolása igazából városgondoksági probléma, de mi is találkozunk vele, és igyekszünk mi is azért ennek az eltakarításában részt venni. De nem tartozik az alapvető feladataink közé. Nekünk az összegyűjtött edényben összegyűjtött hulladék elszállítása és annak a kezelése az alapvető feladatunk, de találkozunk vele, és sajnos van vele dolgunk. Aztán visszakanyarodnék még egy kicsit a két kukás gyűjtéshez, hiszen itt azért sok aktuális kérdéskör is van. Matricákat lehet igényelni, és számos dolog. Ebben én most nem tudok eligazodni, úgyhogy segítségét kérném Dórának. Igen, ahogy mondtam is, tehát már korábban is, tavaly év végén is beszéltünk erről, hogy a két kukás hulladékgyűjtésben egyébként változások lesznek 2018-as évtől. Ez ki is ment a lakosoknak a hulladéknaptárral együtt, illetve ami aktualitását adja, hogy az elmúlt időszakban és még az elkövetkezendő körülbelül két hétben is várható matricáknak a kiszórása. Egy tájékoztatót küldünk egyébként a lakosoknak, akik ugye kék hulladékgyűjtő edénnyel rendelkeznek, és a változásokról tájékoztatjuk őket, illetve próbáljuk segíteni, hogy minél inkább pontosabban meghatározzuk a csomagolási papír, a csomagolási műanyag, csomagolási fémhulladékoknak a körét. A tájékoztató mellékleteként egyébként, ami itt is látható, két matricát küldünk. Az egyik ugye a vegyes települési hulladék, amit a saját edényére kell felragasztani, illetve az elkülönített szelektív hulladék, ezt pedig a kék edényére kell felragasztani. A régi matricák helyére, hogyha le tudja szedni, de láttam már olyan megoldás is, hogy aláragasztja föl, mindkét megoldás egyébként megfelelő. Igazából itt csak az van leírva, hogy mi az, amit belehelyezhet. Az előző matricán is volt, hogy mi az, amit belehelyezhet, mi az, amit nem. Itt konkrétan le van írva, és ezt ő nap mint nap látja, tehát hogyha fölragasztja, az nap mint nap tudja, és nap mint nap tudatosul benne, hogy az adott edénybe milyen hulladék helyezhető. Ezeket a matricákat már kiszortuk, illetve vannak olyan körzetek itt Székesfehérvár családi házas övezetében, Üreghegy egy részénél, illetve a Burgundy úton, Széchenyi utca egy részénél még folyamatban van ezeknek a tájékoztatóknak. De tőlük is elviszik. Igen, természetesen, és abban szeretnénk egyébként a lakosoknak a segítségét kérni, hogy ezeket a matricákat ragasszák fel, mert viszont a későbbiekben a szállítás feltétele lesz. Tehát a matricának ebben van jelentősége. Aztán, hogyha már családi házas övezeteknél tartottunk, ami gondolom, hogy szintén bár lehet, hogy már olyan régóta van, hogy nem merül föl, a zöld hulladék elszállítása kapcsán milyen fontos dolgokat kéne, hogy tudjunk. Mondjam. Székesfehérváron elég jó helyzetben van a lakosság, hisz március közepétől december közepéig két hetente váltottan a szelektív hulladékkal, két hetente történik a zöld hulladék elszállítása. Ezért szeretném tudatosítani, hogy itt a jogszabályi minimum egyébként áprilistól novemberig havonta egyszer ez lenne. Ehhez képest mi azért sokkal többször szállítjuk el a zöld hulladékot. Ugye ez is egy elkülönített hulladéknak számít, és ennek a kezelésével is foglalkozunk. Azért, ha nagyságrendileg nézem, teljes szolgáltatási területünkön éves szinten 10 000 tonna az összegyűjtött és kezelt zöld hulladék. Óriási mennyiség. Ez köszönhető ugye a szolgáltatás gyakoriságának is. Évek óta a matricás rendszert vezettük be a zöld hulladék szállítás területén. Még az előző év végén vagy évelején küldünk ki a zöld hulladékos időszakra matricákat.
de minden alkalom, ahány alkalom annyi matricát. A lakosságnak az a dolga, hogy ha a zsákba gyűjti a zöld hulladékot, ami elsősorban falevél vagy fű kaszálás után, akkor a zsákra kell ezt felragasztani, amennyiben kötegelhető, tehát venyige, gajak, abban az esetben pedig a kötegre kell felragasztani a maticát. Ugye ez a matica díjmentes, de ez a feltétel a matica felragasztása a zöld hulladék elszállításának. Ami még kérdés szokott egyébként felmerülni, hogy ugye a zöld hulladékot áttetsző zsákba tegyék, mert szemrevételezéssel nyilván így látják a kollégák, hogy tényleg zöld hulladék van-e benne, és hogyha nem kellő számú ugye a zöld hulladékos matrica, akkor pedig ügyfelszolgálatunkon tud még egyébként vásárolni további zöld hulladékos matricákat. Azért nagyjából elég szokott lenni, vagy mi a tapasztalat? Változó, kinek mennyi a szemezet? Igen, valahol nagyon sok plusz zöld hulladék matica vásárlás van, valahol ez kevésbé jellemző. Azért Fehérváron ez a gyakori szolgáltatás, azt gondolom, hogy ez nem annyira teszi szükségessé a plusz matica vásárlást. Aztán még a beszélgetésünk elején említettük azt, hogy nem csak szemléletformálás, hanem az újrahasznosítás tekintetében is adnak tippeket. Itt változott egyébként a lakosságnak a hozzáállása, tehát gondolkoznak azon az emberek, hogy miből mit lehet tovább csinálni, például a gardrop programot is, ahogy említette, vagy még nem vagyunk annyira tudatosak. Én azt gondolom, hogy halovány jelek mutatkoznak, de ez körülbelül annyira most még gyerekcipőben jár nálunk, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt a szelektív gyűjtés. Tehát ma olyan világot élünk, fogyasztói társadalom, vásárold meg, használd, dobd el. Én remélem, hogy ez a szemlélet ez változni fog, de lassan. Sokkal könnyebb és kényelmesebb dolog ezt a vásároljunk és dobjuk el mentalitást választani, mint gondolkodni azon, hogy kinek adjam oda, vagy mástól átvenni, és esetleg más használ dolgát tovább használni. Ma ez talán nem annyira divat, de reméljük, hogy így lesz. De ez is mondjuk mondhatjuk, hogy a stratégiai célok között van ennek a megváltoztatása? Abszolút, hisz ugye ez is a hulladék piramisnak a legteteje, tehát hogy ne képződjön hulladék. Tehát ami nem képződik hulladékként, azt nem kell szállítani, nem kell gyűjteni, nem kell szállítani, nem kell kezelni. Ez a legolcsóbb mindenkinek egyébként, a lakosságnak is, nekünk közszolgáltatónak is, és azt gondolom, hogy akárha nagy szavakat akarnék használni, globális szinten is, hisz erőforrásokat lehetne ezáltal megtakarítani, ami szerintem mondjuk, ha országos szinten nézzük, az nagyon nagy mennyiség lenne. És tényleg ilyen apró figyelmességekkel lehet, hogy mondjuk, hogyha elmegyünk vásárolni, akkor mondjuk ne vegyünk műanyag zacskót, hanem vigyük magunkkal mondjuk a textil bevásárló szatyrot. Ez már elvétve egyébként látható, illetve egyébként az újrahasználat, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát a Deponia Nonprofit Kft-nél is egyébként mi erre törekszünk, tehát mondjuk gumiabroncs hulladékból virágtartót készítünk, tehát hulladékból megpróbálunk játékokat készíteni, amik szerintem nagyon-nagyon fontosak. Na, mondjuk reneszánsz van például ugye ennek a bútornak is. Igen. Azt azért egyre több helyen lehet látni, tehát mégiscsak van valami halovány remény. Igen, tehát raklabútorok ennek most nagyon-nagyon vendéglátó helyeken, de nagyon sok helyen otthonokban is lehet látni, tapasztalni, teraszokon itt ott. Úgyhogy azért mondom, vannak biztató jelek, de azért még ezek kicsit csak nyomokban találhatók, én azt gondolom. Ezt a 64 települést hogyan tudják ellátni, hány autóval dolgoznak, és hát ugye mi lenne az ideális szám, említettük ugye a 100 000-es dolgot is. Ugye alapvetően ezt a szolgáltatást a kukásautókkal látjuk el, a kukásautókról ismerszik meg a közszolgáltatás. Jelen pillanatban ugye változik napról napra a járatok szerint, de átlagban mondhatjuk, hogy 30 körüli az a kukásautó mennyiség, amelyik naponta elhagyja a cég telephelyét. Ezek az autók látják el az előbb említett összes szolgáltatást, tehát a vegyes hulladékgyűjtést, a szelektív hulladékgyűjtést, illetve az zöld hulladékok gyűjtését, elszállítását, üveg külön szelektív hulladék elszállítását is.
maga ez a járatszám, ez azt gondolom, hogy jó, tehát ez így rendben van. Hát a gépjárműpark az, ami nincsen rendben, de ugye korábban beszéltünk a KDV projektről, ebben annyit előre haladásként mondhatok, hogy a gépjárművekre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Épp ma volt egyébként ennek a pályázatok leadási határideje. Azt reméljük, hogy év vége, legkésőbb jövő év elején 26 vadonatúj kukásautóval bővül a járműparkunk, ami ugye a 30 járathoz képest egy óriási szám. Tehát mondhatjuk, hogy az elmúlt években, mondjuk 5 évben beszerzett gépjárműveink, plusz a 26 új, az elegendő lesz arra, hogy a teljes szolgáltatási területet ellássuk. Tehát az egy nagyon jó állapot lesz. Nyilván, mert akkor gondolom a gépjárműparknak ezzel az átlag életkora jó irányba mozdul el. Hát igen, az nagyjából mondjuk másfél éves átlag életkorú lesz, a mostani 15 éves átlag volt. Tehát az átlag életkor tizedelődik. Így van. És akkor lesz majd a költözés is? Vagy a költözéssel mi a helyzet, hiszen azért erről is szerintem fontos beszélni. A költözés 2019 vége. Ugye erről is egy korábbi műsorban már beszéltünk. Ugye a jelenleg a Sörháztéren van a cégünk központja, a szállítás központja, a gépjárművek telephelyezése is itt van, a város legszebb része is, és azt gondoljuk, hogy egy nagyon-nagyon szép lakóövezet, ahonnan mi azért azt gondoljuk, hogy szeretnénk kiköltözni. Egyrészt, hogy ne zavarjuk a lakosságot, másrészt pedig csalán egyre több feladatunk lesz, és egyre inkább oda kell figyelni a hulladékkezelési tevékenységünkre, ami egyébként egyre nagyobb szeletet hasít ki a cég össztevékenységéből. A lakosság csak annyit lát, hogy jönnek a kukások, örülünk neki, mert elviszik a hulladékunkat, megszabadulunk tőle. Nekünk igazából, amikor ezt összegyűjtöttük, onnantól kezdődik a komoly feladatunk, és ugye ma már egyre kisebb az az arány, amit elásunk a föld alá, és ez nagyon jó. Egyre nagyobb mennyiséget hasznosítunk valamilyen módon, és ez egy nagyon fontos tevékenység. De lesz egyébként itt bent ügyfélszolgálat, hogy a honlapon keresztül mindent el tudnak intézni. Idősebb hölgyekkel szoktunk itt összefutni, mert van, amikor még ide jönnek, hogy az ügyfélszolgálatot keresik, és hát gondolom, hogy azért nekik nem lesz olyan egyszerű kijutni csalára. Így van. Igazából csalán nem is tervezünk ügyfélszolgálati helységet, mert oda úgy gondoljuk, hogy nem szükséges. Mindenképpen a belvárosban vagy valamelyik másik közszolgáltató céggel együtt. Beszéltünk már a Széphővel például erről, tehát elképzelhető, hogy velük vagy a Fehérvízzel közös ügyfélszolgálatot fogunk üzemeltetni, ami azt gondolom, hogy jó, hisz egy helyen tudnak akkor kettő vagy akár több szolgáltatásról is rendelkezni a lakosok. A cég tevékenysége maga pedig csalán fog zajlani. Mindjárt folytatjuk még. A kollégeim jelezték, hogy telefonáló van a vonalban. Üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok, Vér Istvánné vagyok az Öreghegyről. Nézem az adásukat, és említették önök, hogy az üvegszállítást, hogy 3 havonta. Ezt le is írták, amikor tájékoztatást küldtek a szállítások időpontjáról, de az, hogy mikor van az a 3 hónap, ezt sehol nem jelezték. Én a depóniát felhívtam egy alkalommal, és a kis hölgy se tudta megmondani, hogy most, hogy márciustól számítják a 3 hónapot, vagy hát nem tudjuk. Itt én a Rozsnyó utcában lakom, van egy csomó befőttes üveg, amire már nincs szükség, és hát szeretném kirakni, és nem tudom, hogy mikor van. Meg tudnák ezt mondani pontosan. Köszönjük szépen a kérdését, hát igyekszünk választ kapni. Igen, az előbb említettem ugye a 3 havonta önkéntes üvegszállításunkat. Ezt már évelején egyébként a hulladéknaptárban ezt meghirdettük, tehát minden körzetben pontos, napra pontos időpontunk van a szelektív üveg szállítása vonatkozóan. Lehet, hogy a hölgy nem vette észre, vagy elkeverte ezt a hulladéknaptárt. Ha betelefonál, én bíztatom arra, hogy telefonáljunk be, és az ügyfélszolgálaton meg fogják tudni mondani, hogy az ő körzetében mikor van,
illetve ha a családból van valaki, vagy ő esetleg a hölgy internet használó, a deponia.hu honlapon megtalálható Székesfehérvár település kiválasztásával az adott körzetnek a minden hulladékszállítási időpontja. És ott fontos információk is egyébként ilyen blokkonként fönt vannak, tehát a hulladéknaptár, a tájékoztatók, bármi olyan, ami érdekelheti egyébként. Vagy ilyen gyakran ismételt kérdések is vannak? Gyakran ismételt kérdések is egyébként. Jogszabályok is. Igen, jogszabályok is, köszönjük. Nagyon-nagyon sok információ. Nagyon sok információ, és egyébként az előző kérdésre reflektálva, tehát van és már létezik az online ügyfelszolgálatunk is, úgyhogy azt is már egyre többen használják egyébként, és ez is a honlapon keresztül érhető el. Különböző tárgyakban tudnak, és akkor a megfelelő személyhez megy egyébként ez az e-mail. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én azt gondolom, hogy talán elég sok kérdésre választ kaphattak a nézőink. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi is köszönjük a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Legközelebb köztérrel egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra, kellemes estét!